Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézői műsorunk vendége, Papp Nikoletta, a magyar válogatott, és a Buzau jobb átlövője. Szia, Niki! Köszönöm, hogy itt az indulás előtt, mert ugye Svájcból éppen készültök hazafelé, beszélgetsz velünk. Gyorsan erről a vezetéknépcseréről ejtsünk már két szót, mert nekem olyan nehezen jön a számra, hogy Papp Nikoletta, és tök kíváncsi vagyok, hogy ugye te sokáig Kisniki voltál, így is ismert mindenki kézilabdás berkekben, hogy neked ez ilyen egyik percről a másikra ment, hogy amikor bemutatkoztál, akkor hirtelen nem Kist kellett mondani, hanem Papot. Nekem is nagyon nehéz volt egyébként eleinte, szóval szerintem az esküvő után egy fél évre kezdtem el megszokni, hogy papként mutatkozok be, de amúgy addig még mindig kisként mutatkoztam, és illetve mindenhova Kist írtam, úgyhogy húzhattam át, és kezdhettem előről. Közben eszembe jutott, hogy ugye nagyon nagy divat kézilabdázóknak fölvenni, hogy mind a két nevet megtartani, de az mondjuk a te esetedben elég furcsán hangzott volna, hogy Kis Papp vagy Papp is, tehát egyik rosszabb, mint a másik gyakorlatilag. Igen, azért döntöttem igazából a vezetéknév csere mellett, de igazából mind a kettő tényleg rövid, és nem olyan különleges, úgyhogy ezért így döntöttem a váltás mellett, de nekem is nagyon szokatlan volt eleinte. Na jó, köszönöm, ez csak ilyen bemelegítő kérdés volt. Akkor kézilabdázunk egy kicsit. Összesítésben 20 góllal sikerült Svájcot felülmúlni, ugye itt az Európa Kupában játszottunk velük két meccset, egyet idehaza, egyet kint, még mindig ott vagytok. Mi a rezüméje számodra ennek a két mérkőzésnek? Ugye most már mindent az olimpiai selejtező fényében és tükrében vizsgálunk, szóval milyen érdekeid vannak? Hát azt gondolom, hogy az otthoni meccs ugye jobban sikerült, azért hazai környezetben mindig könnyebb játszani, illetve az utazás fáradtsága nem volt bennünk. Azt sejtettük, hogy egyébként itt nehezebb meccs lesz, mert ez a csapat egyébként szerintem nagyon jó technikásak, és szerintem azért pár éven belül biztos, hogy jobb eredményeket fognak elérni. Úgyhogy gondoltuk, hogy nem lesz itt kint könnyű. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy inkább az első meccsből kell meríteni a dolgokat. Az mindenképp kicsúcsosodott, hogy a beálló körüli védekezést azt erősíteni kell, mert ott még vannak egymás között nem megértések, vagy letisztázatlan dolgok inkább ilyen apróbb szituációkból adódóan, de azt gondolom, hogy hasznos volt mindenképp, főleg a selejtező előtti időszakban, hogy ezeket vissza tudjuk nézni, és tényleg ki tudjuk javítani arra a következő három mérkőzésre. És ennek a két mérkőzésnek az elemzése során azt mennyire néztétek meg, hogy mi volt annak az oka, hogy az első félidők sikerültek rosszul mind a két mérkőzésen, hogy ez rajtatok múlott, vagy inkább az ellenfélen, aki mondjuk a második félidőben fizikailag nem bírta az iramot, és azért sikerült azért mégis nagyobb gólkülönbséggel legyűrni őket, de mondjuk két első félidő volt, ahol azért voltak gondjai a csapatnak. Bocs, Niki, ezt még azzal hagyjam ki, hogy nem is csak az első félidők, hanem az első félidők utolsó 10 perce, mind a két meccsen. Ugye viszonylag nagy volt az előny ott a 20-21. perc táján, és aztán a szünetre meg alig maradt belőle valami. Ott mi történik abban a 10 percben? Meg ahogy Attila kérdezi, miért ez a kettősség? Ó, hát azt gondolom, hogy az első félidők így... Erre válaszolva, igazából szerintem az volt a probléma eleinte, legalábbis az első meccsen, hogy nagyon arra készültünk a videók alapján, hogy majd átlőnek minket, és ki kell lépkednünk. És ezekből pont ellenkezője történt igazából. A dupla keresztekből sem nagyon szerettek volna kintről lőni, miután egy-két lövés után nem sikertelenek voltak, és látták, hogy ez annyira nem fog ma nekik működni. Így ezért inkább próbáltak ilyen hamis játékokat játszani, kifele próbáltak az 1-2-3 közötti területeket megtámadni, és ugye mi úgy készültünk, hogy ebből lövések lesznek, azok várhatóak, és elkezdtük kinyitogatni a falat, és nagyon sok beálló gólt kaptunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ott teljesen ez megzavart minket, mert utána a második fél időre megbeszéltük, hogy jó, hát figyelj, ők nem akarnak lőni kintről, úgyhogy akkor maradjunk zárt, és inkább a beállóra fókuszáljunk. Úgyhogy utána szerintem azért sikerültek jobban a második félidők, Az utolsó, nem tudom, 10 perc, hát az igen, pont ezt beszél. Várjál, bocsánat, ez a két meccsről beszélünk, ez mind a két meccs. Hát ha az első meccsben behamisoztak titeket, akkor már a másodikban is pont ugyanaz történt. A másodikban meg egyébként az történt, amire alapvetően készült. Hogy majd ott, most meg lövések, kinti lövésekről, távoli lövésekkel kezdtek, és egyébként most nagyon jól is lőttek, tehát nagyon, nagyon pontos lövéseik voltak, és akkor most úgy voltunk vele, hogy hát az előző meccsen nem kaptunk nagyon átlövés gólokat, meg nem arról szólt a mérkőzés, hanem a beállóról, de most viszont el kellett kezdenünk ugye kinyitni a falat, mert most meg ültek a lövései, úgyhogy ott megint ez történt a zavar, hogy amikor kellett volna, nem nyitottunk, aztán utána elkezdtünk nyitni, amikor nem kellett volna, úgyhogy pont fordítva. De hát ilyenkor mindig tényleg meg kell beszélni, hogy nyugodjunk le, nincsen semmi baj, annyi, hogy nem az történik, amire igazán számítottunk, de azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen ezeket sikerült kijavítanunk, más mérkőzésen nyilván ilyen fokú hibákat nem lehet elkövetni. Mondjuk még mindig jobb, amikor a második fél időt nyeri meg egy csapat, nem az elsőt, mert láttuk a legutóbb a világbajnokságon, hogy ott viszonylag jó első félidők után voltak a második félidők, ahol a svédek, hogy a montenegróiak ellen ugye megállt a játék. Én azért azt örömmel láttam, hogy azért a második félidőben való dominálásnak a fizikai erő is része volt. Tehát ott úgy tűnt, hogy az ellenfél fogyott el, nem mi, ami azért nem mindig volt evidens. Nyilván ugye más minőségű ellenfél azért a Svájc, mint egy svéd csapat, vagy egy bármelyik csapat. Illetve ami nagyon szembetűnő volt, ugye a második fél időben az első meccsen a Szemerei Zsófi, most a tegnapi meccsen pedig a Kingi nagyon jól védett, és azért az sokat hozzátett, ugye ilyen 40-50% közötti kapus teljesítmény volt a hátatok mögött, azért az mindig lendít a játékon. Az, hogy a kapus teljesítmény így följavult a másik fél időben, az akkor a védekezéssel való együttműködést mutatta, vagy egyszerűen csak jól védtek? Azt gondolom, hogy ők egyedül is nagyon jó teljesítményt tudnak nyújtani, amikor ég a ház és a védekezésünk abszolút szét van esve. Ők akkor is tudnak egy nagyon jó, stabil egyéni teljesítményt hozni, de azt gondolom, hogy azért sok esetben mi is hozzájárulunk ahhoz, azért próbáljuk megbeszélni a lövősávokat, hogy ki mit akar, hogy ha ezzel tudunk segíteni, de nyilván azért volt olyan periódus, amikor ott hagytuk a beállót, nem tudtuk jól kerülni, és akkor azért kaptak zipszerlövéseket. Niki, próbálj meg, légy szíves, valami konyhanyelven, úgyhogy mondjuk tényleg a magamfajta laikus is megértse, hogy mi ebbe a beálló körüli védekezésben? 10 éve más se alakul. Úristen, ezt valahogy nem csak nálatok, egy csomó helyen. Ez mitől olyan bonyolult a beálló körüli védekezés? Most tényleg próbál meg annak, hogy nem kézilabdázott soha magas szinten ezt elmagyarázni. Igazából nem olyan nagy ördöngösség a elvben nyilván, gyakorlatban nehéz, mert tényleg apró másodperceken múlik az egész. Igazából az, hogy a két ember között nyilván van mondjuk ha 2-3-as védőről beszélünk, az egyik, aki lép a lövőre, a másiknak meg kell kerülni, tehát konkrétan meg kell kerülni a beállóst, és kizárni, hogy ne tudjon labdát kapni, teljesen letakarni. Úgyhogy igazából csak erről lenne szó, de ez hozzátartozik ez a páros kapcsolat, hogy a másik jó időbe lépjen ki, ne túl korán, ne túl későn, egyértelmű legyen, hogy osztják el egymás között a lövőjátékost és a beállóst, úgyhogy igazából nem. Hogy kérdezek ezzel kapcsolatban konkrétan? Ugye, ha jól láttam, akkor te Füzítóvízi Petrával védekeztél, ketten voltatok a 3-as védők a második fél időben. Hogy trenírozzátok magatokat? Tehát például ti leültök külön kettesben, hogy összeszokjatok, hogy megdumáljátok, hogy na figyelj Niki, akkor én ekkor lépek ki, te oda menjél, vagy ezt hogy kell elképzelni? Hogy szokik össze így két játékos, akik nem egy csapatban játszanak amúgy? Igen, egyébként ez pont így szokott zajlani, hogyha készülünk egy mérkőzésre. Egyébként edzésen belül is megvannak az alapszabályaink, hogy ha milyen távolságon lép ki az ember, akkor azt a játékost végigköveti, vagy visszalép, stb. De erre szoktunk igen készülni, tehát hogyha videózunk, stb., akkor is itt a szobában meccs előtt edzéseken megbeszéljük, hogy ő mennyire veszélyes, mennyire lövőszándékkal jön, mennyire gyors példajátékos, le tudjuk-e követni olyan magasan, stb. Úgyhogy igen, ezeket így megszoktuk egymás között beszélni, hogy ki mit érez, mert hiába van mondjuk meg egy szabály, ha az annyira egyikünknek sem komfortos, vagy otthon hasonlóképpen játszunk, akkor azért megpróbáljuk belevinni ezt magunktól, hogy az eredményes is legyen. Egyébként a válogatottban ez egy viszonylag új találmány, hogy hármas védőt védekezel, mert azért korábban inkább a kettes pozíció volt az a, mondjuk ha visszagondolok az olimpiára is, inkább kettesben voltál. Ez összefüggésben van avval, hogy a Buzauban melyik pozícióban védekezel, vagy egyszer csak rájött a kapitány, hogy ez egy jó opció, és jól kezdett működni? Szerintem ez még Siófokról jött, hogy ugye ott is hármas védő voltam, és szerintem azok nagyon jól működött, főleg így az EHF-kupákban, amikor azért komolyabb csapatok ellen játszottunk, akkor az ott jól látszott, hogy az ott jól működik ott a szenegáli balhármas védővel, és szerintem akkor lehetett az, hogy úgy gondolta Bóba, hogy akkor kipróbálja, hogy hármas védő legyek, de igen, egyébként előtte mindig kettes voltam válogatottban, viszont már Érden is, Siófokon is, kint is hármas védő vagyok, úgyhogy így alapvetően nem új ez a pozíció, csak a válogatottban nem voltam ugye hármas védő előtte. De jobban is érzed magad ebben a pozícióban? Hát igazából mind a kettőt szeretem védekezni. Hármasba is nagyon szeretek, kettesbe is, kettesbe többet lehet egy picit úgymond pihenni, tehát ott nincs ez a folyamatos meló középen, mint ahogy középen van, tényleg, hogy ha nem is arra van a labda, de a beállóval állandóan küzdeni kell, úgyhogy ott egy picit többet lehet pihenni, kicsit több energiája marad az embernek, de tényleg mind a kettőt szeretem. És egyébként, ha a támadásról beszélünk egy picit ezzel a két mérkőzésen, ugye a második meccsre a jobb oldal, a jobb átlövők azért eléggé technikai munkanélküliségbe szenvedtek, mert inkább a bal oldalra folyt a játék. Ez egy szándékos taktika volt az elején, annak keretében, hogy keresi a kapitány a bal átlövő megoldást, ugye a saját nyilatkozatai szerint is ez egy kritikus poszt a válogatottnál, vagy csak úgy alakult, hogy ezen a meccsen inkább baloldalt folyt a játék? Azt gondolom, hogy minden meccsen egyébként sokkal inkább építünk a bal oldalra, illetve az irányítóink is szerintem jobban cseleznek balra, tehát ez a visszacsel nekik szerintem nagyon jól működik, úgyhogy ebből az összes játékunk lebontása ugye a bal oldalra és inkább kifele működik, úgyhogy most ilyenkor kevesebb szerep jut ránk, illetve fél időben megbeszéltük, hogy a dupla keresztek nem működnek, ami az ilyen klasszik átlövőknek, mint mondjuk az Anna meg én, nekünk ez elég rossz hír, mert ezekből tudunk igazából lőni, más olyan játékunk, ami kifejezetten előkészítésre megy, az nagyon most nincsen. Úgyhogy nehéz ilyenkor megtalálni azokat a lövőhelyzeteket vagy réseket, amikkel be tudnánk csatlakozni a játékba, de szerintem nagyon tegnap kifejezetten a bal oldalon volt a hangsúly. Tehát jól értem, amit mondtál, hogy ugye van ez a dupla kereszt játék, akkor azzal készítenek nektek elő, de ha ezt valahogy kisasolja az ellenfél és blokkolja, akkor ti roppant nehéz helyzetbe kerültök, mert nincs B meg C terv, hogy jönnek a messz távoli lövések? Én azt gondolom, hogy most már egyre kevesebb, legalábbis a válogatottnál az átlövés, vagy hát arra épített játék. Úgyhogy igen, hát nehéz. Van még olyan játékunk, de tényleg tegnap leginkább azt is balra játszottuk. Elkezdtük balra a játékokat a meccs elején, és ugye azok működtek, és ezért szerintem ez így is maradt, hogy akkor leginkább a bal oldalon volt a hangsúly. Úgyhogy igen, hát nehéz egy ilyen klasszikus átlövőnek, mint tényleg Anna meg én, nekünk nehezebb szerintem megtalálni ebben a gyors egyegyezős játékban a szerepünket. És amikor a Klujber játszik, akkor eleve egy picit más taktikával megy fel a csapat a pályára, vagy akkor is tulajdonképpen ugyanez van, csak őnek is alkalmazkodnia kell ehhez? Szerintem valahol a kettő között, mert szerintem a Ketinek több mindent játszunk, de ő amúgy Tehát ő tud kintről is lőni, de ő igazából benne van ebben az egyegyezős játékban is. Úgyhogy neki szerintem jobban ülnek ezek a játékok, szóval sokkal eredményesebb tud lenni ezekből. Úgyhogy ő teljesen szerintem beleillik ebbe a Vámos Petra meg a Siminek az egyegyezős játékába. Most lehet, hogy biztonságot fogok kérdezni, de eszembe jutott, hogy tényleg látjuk évről évre, sőt, szinte hónapról hónapra mennyit változik a kézilabda, és valóban ez az egyegyezős játék dominál. Egy játékos, mondjuk te adott esetben tud még ilyenkor kiforrott kézilabdázóként változtatni a stílusán, és azt mondja, hogy na jó, akkor megpróbálok én is egy kicsit jobban egyegyezni, többet egyegyezni, mert hát erre megy a játék, vagy ez ilyenkor már reménytelen, ezt korábban kell elkezdeni. Azt gondolom, hogy itt mindenki tud egyébként egyegyezni, csak nem ez a kifejezetten erőssége. Szóval, ha alkalmazkodni kell, akkor alkalmazkodni. Mint például én is az első meccsen, nem is tudom, 3 gólt talán abból lőttem, hogy nem kintről, hanem akkor kifele elmentem, mert ha nincs más lehetőség, akkor valahogy akkor máshogy kell megoldani, de szerintem ez mindenkiben benne van, csak tényleg nem ez az erősségünk kifejezetten. De ez fejleszthető még? Te például törekszel rá, hogy hú, hát erre megy a kézilabda, így leszek eredményesebb, akkor megpróbálok jobban egyezni meg többet. Fejleszthető igazából, bár szerintem az, hogy teljesen beépüljön a meccshelyzetekbe, tehát egy rutinos meccshelyzet legyen az, hogy mondjuk kifele elindul, befele elindul, az szerintem az a nehezebbik része, mert egyébként így egy az egyben mindenki meg tudja csinálni, csak tényleg az, hogy nincs benne a folyamatos játékában, és akkor azt szerintem edzésen el kell kezdeni, és akkor ott meccsen is majd jönnek azok a helyzetek, meg helyzetfelismerések, amiből ezeket meg lehet oldani. Szerintem egyébként ez nagyban egy hozzáállás, illetve egy fejben lejátszódó dolog, hogy mihez van önbizalma egy játékosnak. Egyébként ugye mi elég sokat dolgoztunk a te egy-egyeden, még mikor érdem voltál, és mindig biztattalak, hogy gyerünk, csinálja, de nem volt benne valahogy a lelkedbe, hogy oda megyek, megfognak, mert ugye az egyegyezésnek az a lélektani része, hogy 10-szer odamész, és abból 8-szor megfognak. És 2-szer tudsz elmenni, de 10 labdát elfogyasztasz. Na most, ha ugye mindenki ezt csinálja, akkor nem nagyon van játék, tehát azért az irányítók csinálják főleg ezt, de kell hozzá egy olyan önbizalom, hogy oda megyek, aztán csak el tudok egyszer menni. És ugye általában nagyobb, magasabb játékosokban ez hiányzik, meg fárasztóbb is, és inkább arra várnak, hogy legyen egy jó helyzet, amit ellövünk, vagy ellősz mondjuk a te esetedben, de tényleg azt hiszem, hogy technikailag te is meg tudod ezeket a dolgokat oldani, de a csapatjáték szempontjából, ha te is elkezdenél ugyanúgy játszani, mint a Vámos Petra vagy a Simon, meg még a Kucor is, akkor azért eléggé unalmas kézilabdát látnánk, mert állandóan csak faltok lennének, aztán néha valaki el tud menni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek megvan a szerepe a csapatban, és alkalmazkodni kell hozzá. Egyébként a Klujber Katrin sem egy az egyezik úgy, mint az irányítók, tehát ő is próbál egy-egy alkalommal kihasználni, ha nem figyelnek, de nem csinálja azt, hogy rendszeresen oda megy provokálni a védőjét. Igen. Egyetértesz, vagy nem? Teljesen egyetértek. Na jó, Niki, akkor mesélj egy kicsit a romániai életedről, biztonságról, hogy érzed magad Buzauban, ez a 7. hely, ahol álltok, ez mennyire felel meg annak, amit várt a csapat az elején, vártatok magattól, neked hogy megy a játék, és a többi, mert elég keveset tudunk erről, kevés hír jut el hozzánk. Jól érzem magam kint nagyon. Azt gondolom, hogy jó döntést hoztam azzal, hogy kimentem, mert szerettem volna megtapasztalni azt, hogy milyen külföldön is játszani. Ez a 7. hely sajnos nem tükrözi egyébként a játékos állományunkat. Azt gondolom, hogy tényleg tök sok nemzetválogatottjából vagyunk, és ennél sokkal feljebb kéne állnunk a tabellán. Valahogy nem működik nem azt mondom, hogy az edző és a játékosok közötti kapcsolat, de szerintem azért nincs rendesen kihasználva az a játékos állomány, az a keret, amit mi amúgy tudnánk képviselni. Úgyhogy sajnos ez a 7. hely, ez nem annyira a mi pozíciónk, de hát az elején Nagyon sokan mentek el, és nagyon sokan jöttünk, úgyhogy alapból ebből a szempontból is nehéz volt csapatot építeni, de rengeteg sérültünk volt az elején, amivel tehát nehéz volt így készülni, meg összeállítani a csapatot, úgyhogy ez azóta is így igazából ezt hordozzuk magunkkal. Úgyhogy sajnos ez az év nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de gőzerővel építik a jövő év csapatát, úgyhogy meglátjuk, tehát én bizakodó vagyok a jövő szezonnal kapcsolatban. Ebben a szezonban mindent nyilván még megpróbálunk megtenni, hogy javítsunk ezen, viszont Európa Kupa helyezést elérni már szerintem nem lesz esélyünk a tabella alapján, viszont a Román Kupában még van, de hát az is egy nagy lépés, mert a Rapidot sorsolásban, úgyhogy nem lesz könnyű. Az edzői fronton egyébként jövőre komoly erősítés érkezik hozzátok, hiszen a Bajnokok Ligájából a Brest edzőjét szerezte meg a Buzau, aki egy nagyon koncepciózus, jó edző, egy nyugodt ember, nem tudom a mostani az milyen, de olyan edző, aki hosszú távban gondolkodik, tehát nem egyik pillanatra akar a másikra csapatot építeni. És ha jól láttam, azért most is elég nagy mozgás lesz a játékos keretben. Úgyhogy azért van türelem ott? Mert azért a román kluboknál nem azt szoktuk meg, hogy a vezetőség nagyon türelmes lenne. Általában röpködnek az edzők, meg a játékosok jobbra-balra, hogyha nincs eredmény. Ott mi a helyzet Buzauban? Hát meglepő egyébként, mert én is azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb lesz a nyomás kint, de... Eddig játékosok közül meg ilyesmik nem repkedtek, a vezetőségből nyilván sokan távoztak, tehát az erőléti edző, kapusedző, másodedző, úgyhogy ők nem lecserélődtek, de távoztak a klubtól, úgyhogy egyedüli... Kicserélődtek. Nem le, hanem ki. Igen, az egyedüli emberünk a vezetőedző maradt, viszont ő a szezon eleje óta ott van, úgyhogy igen, igazából nem jöttek új emberek, bár tervben volt, de végül úgy alakult, hogy maradt a vezetőedzőnk. Azt gondolom, hogy az elején volt így próbálkozás, hogy egy kicsi nyomást helyezzenek ránk, de igazából nem történt semmi. Úgyhogy számomra egyébként meglepő, mert én is azt gondolom, hogy ezt itthon sem szeretik. Tehát, hogyha van egy nagy költségvetésű csapat, és az eredmények nem tükrözik azt a költségvetést, akkor nincsen egyensúlyban, akkor azért szeretnek itthon is nyomást gyakorolni a játékosokra, edzőkre, de egyébként kint sem történt semmi olyan. Inkább azt gondolom, hogy inkább az edzőt és a vezetőséget szokták hibáztatni a vereségért, meglepően, de vagy hát maradtak. És neked hogy megy a játék? Mennyit támad például? Sokat egyébként, tehát hárman vagyunk a poszton, van egy szenegáli posztársam, van egy román posztársam, és vagyok én, ugye, de megoszlik, tehát leginkább a román posztársam és én játszunk, felváltva. Most az utóbbi 3 hétben volt az, hogy igazából beálló poszton voltam. Hol? Beálló. Mert igen, hát ugye elengedtük az egyik beállónkat évközben, a másik apróbb sérülésekkel küzd, tényleg nem nagy probléma, viszont nem tudta vállalni a meccseket, úgyhogy hát alakult úgy, igen, hogy 60 percig beállóba kellett lennem, de egyébként nagyon élveztem azt a szerepet is, úgyhogy harcoltam edzéseken is, hogy megküzdjek a játékos társaimnak a bizalmáért, hogy nyugodt szívvel bepasszolják nekem a labdát, összeszedem. Úgyhogy ez is hát egy új dolog volt, de ez igazából csak az utolsó pár hétben történt. Egyébként megoszlik közöttünk a játékidő, valamikor felezzük, valamikor végigjátsza az egyikünk, úgyhogy, de egyébként így támadni is ugyanúgy támadok, tehát jó egyébként. Úgy látszik ez a módi mostával, mert a Planeta Simonetta is jó sokat beállózik a Debrecenbe magas balkezesként. De egyébként ez egy jó opció a játékban is, ha magas játékos van beállóban. Hát vagy egyáltalán ez a kényszerbeálló, nem tudom, hogy valamit, de férfi Bajnokok Ligáját, ugye ott a KLC-nél dőlt ki mindenki, és akkor Nahiból hirtelen beálló lett, és szokta a gólokat. Nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, meg mit fog csinálni. Teljesen atipikus volt. Igen, egyébként én is így vagyok ezzel, de lent is tök jól szedem szerintem össze a labdákat, tehát nem csak az, hogy magas vagyok, és akkor elkapom, hanem lent is tök jól szedem össze így a labdákat, úgyhogy egyébként tökre élvezem amúgy ezt a szerepet is, amikor nem tudom, egy jó ütemű csúszással el tudok vinni egy embert, és akkor az irányítónknak helyzete van, szóval azt ugye saját gólomnak is érzem egy kicsit, úgyhogy amúgy tetszik ez a poszt, és mindig gondolkozom rajta, hogy túl később váltani. Szerintem súgd meg Bovának, hogy majd, ha nem megy véletlenül azon a poszton a többieknek, akkor itt van egy bevethető Jolly Joker. Niki, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, akkor gondolom már össze vagytok pakolva, és jó utat hazafelé, gondolom, hogy akkor egyből Romániába mész, nem? Vagy ilyenkor hazajössz Magyarországra? Még először haza, igen, és akkor utána hétfő este repülök vissza. Értem. Köszönöm szépen, gratulálunk még egyszer a 2 győzelemhez, és akkor jó utat hazafelé. És köszönöm szépen. Köszi, szia. Sziasztok.